Lassan vége az idei télnek, csak nem 2000-en kaptak nélkülözhetetlen támogatást a hideg napok alatt nehéz élethelyzetükben a Vásárhelyi Önkormányzattól. Az idei télen is nagy odafigyeléssel támogatta a rászorulókat a Városi Szociális Ellátórendszer. Összesen 1900 embernek segített az önkormányzat a rendkívüli települési támogatások valamilyen formájával. A legkritikusabb időszakban, december és január hónapokban a fogadóórákon 70-en keresték fel az alpolgármestereket, illetve 81-en magát a polgármestert, hogy rendkívüli élethelyzetükben segítséget kérjenek. A családsegítő szolgálat munkatársai kimennek, beszélnek a családdal, feltérképezik, környezettanulmányt készítenek, és a leggyorsabb, leghatékonyabb segítségadást választják. Ez adott szituációban lehet, hogy élelmiszer biztosítása, vagy víznek a kivitele, vagy egyéb más olyan segítség biztosítása, ami ott azonnal esedékes. Ha van egy picike időnk, akkor pedig a rendkívüli települési támogatáson keresztül, tehát kérelemmel fordulva a népjóléti csoporthoz, valamint a városhoz, akkor az minden hónapban a közgyűlés elé kerülve támogatásként megjelenik. Mintegy 700-an kaptak élelmiszer és több mint 170-en gyógyszerutalványt, 570-en részesültek lakhatási támogatásban, és 100-as nagyságrendű volt azoknak a száma, akik temetési vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek. De a térítésmentes ebéddel vagy a pénzbeli támogatással is több száz vásárhelyit segítettek a télen. Régi hagyománya van a városban téli időszakban, és az elmúlt télen is 253 család volt az, aki 5 mázsa tűzifát kapott, valamint közel 100-an jelentkeztek nyesedék gyűjtésre is, tehát ez egy régi hagyomány, és ez szerencsére ezen a télen is biztosításra került. Az érintett lakosság a szükséges környezettanulmány elkészítésében, illetve az együttműködési kötelezettség teljesítésében partner volt. Csupán néhányszor fordult elő, hogy a kérelmezők nem engedték be otthonaikba a családsegítőket.